Az előttünk álló napok változékony időjárást tartogatnak számunkra, térségünkre holnap komolyabb csapadék érkezhet, ami néhány fokos enyhülést is hozhat. De sajnos csak rövid távon, ugyanis péntektől ismét 30 fok feletti értékekre lesz kilátás, a hőmérő higanyszála pedig egészen 35-36 fokig is felkúszhat a hétvégére. Továbbra is erős lesz az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy figyeljünk bőrünk védelmére, valamint a melegben a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre. Az előttünk álló éjszakán többnyire borongós lesz felettünk az ég, friss lesz a hajnal, a leghűvösebb órákban 19 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk Vajdaságban. Szerdán is változóan felhős, de számottevően napos időre van kilátás. A legmelegebb órákban 31 és 34 fok közötti maximumokat mérhetünk. A meteorológusok előrejelzései szerint Vajdaság szerte záporokra, zivatarokra is számítani kell. A futó záporok, zivatarok után néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk térségünkben csütörtökön, számottevően napos, felhős időben bízhatunk, a nappali maximumok 29 fok körül alakulnak vidékünkön. Csökken a füllettség, mérséklődik a hőség, de továbbra is meleg idő várható. Péntekre és szombatra nyugodt, napsütéses és ismét 31-34 fok körül értékeket mérhetünk. A hét utolsó napján nagyrészt napos idő várható, csapadéknak kicsi az esélye. Megélénkül az északnyugati északi szél. 35 fokig húzik fel a hőmérő higanyszála. A régió más országaiban is változékony időjárás várható szerdán. Csapadékra Budapest, Temesvár, Eszék és Szófia közelében lehet majd számítani. A csúcsértékek 28 és 34 fok között alakulnak. Ennél kevesebb értéket Zágráb és Szarajevó közelében mérhetnek 27 és 25 Celsius fok kíséretében.